Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Előzetesbe került a kettős gyilkossági kísérlet gyanúsítottja. Évtizedekre börtönbe kerülhet tettéért. Alkoholfogyasztás, ittas vezetés. Zéró tolerancia. Soha ilyen korán nem indult a szüret, mint idén. Hetekkel hamarabb lesz új bor a szakember szerint. Végjáték esendőségről, vágyakozásról, útkeresésről. Eljátszották a csoportterápiát a Pécsi Nyári Színházban. Előzetesbe helyezte a Pécsi Járásbíróság azt a 22 éves férfit, aki a nyomozók szerint késsel sebesített meg két embert, életveszélyesen Komlón. Volt barátnőjét és egy fiatal férfit szúrt meg többször, mindkettőjük életét az orvosi beavatkozás mentette meg. A bűncselekményért akár a legsúlyosabb büntetést is kiszabhatják az elkövetőre. Vezetőszáron Bilincsben 3-1 ruhás kísérletében száll ki a rabszállítóból a kettős gyilkossági kísérlettel vádolt férfi a pécsi járásbíróság előtt. Ő az, aki a rendőrök szerint Komlón egy nőt és egy fiatal férfit is megszúrt, többször késsel. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság több ember sérelmére elkövetett emberölés büntetének kísérlete miatt folytat nyomozást. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 2024. július 13. napján a délutáni órákban Komlón egy társasházban a gyanúsított volt élettársára támadt, őt egy konyhakéssel több alkalommal megszúrt. Ezt követően az ő segítségére siető férfit is több alkalommal megszúrta. Mind a két sértett esetében a gyors orvosi beavatkozás mentette meg az életüket, életmentő műtétet hajtottak végre mindkettővel. A gyanúsított elmenekült a helyszínről. A rendőrség körözést adott ki ellene, végül Budapesten fogták el egy bárban, ahol a pultos felismerte a közzétett fotó alapján. A nyomozóhatóság őrizetbe vette a férfit, gyanúsítottként kihallgatta, és a Baranya vármegyei főügyészség indítványt tett a terhelt letartóztatására. A Pécsi Járásbíróság ezzel egyetértett, és egy hónap időtartamra a kényszerintézkedés vele szemben elrendelte. Erről döntöttek csütörtökön a Pécsi Járásbíróságon. A 22 éves aranyos gadányi férfi súlyos büntetésre számíthat. A bűncselekménynek a büntetési tétele 10 évtől 20 évig terjedő szabadságvesztés, de akár életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabására is sor kerülhet. A gyanúsítottnak nem ez az első késeléses ügye információink szerint. Egy évvel ezelőtt szintén két embert sebesített meg egy buliban. Akkor az egyik férfit az arcán vágta meg, 8 napon belül gyógyuló sérülést okozva, ugyanott egy másik férfit a kezén vágott meg, 8 napon túl gyógyuló sérülést okozva. Abban az ügyben a napokban kerülhet sor vádemelésre. A nyár mindig magával hozza a felszabadultabb életérzést, sokan azt gondolják, egy kis alkohol mindebbe belefér, pedig nem. A világ különböző országaiban más és más a megengedett véralkohol szint, amellyel a közlekedésben részt lehet venni. Magyarországon gépjárművel a zéró tolerancia mérvadó, mivel az ittas vagy bódult vezetés kiemelt baleseti kockázati tényező. Az év valamennyi időszakában, de főleg nyáron gyakrabban előfordul, hogy alkoholhoz nyúlnak az emberek. A sok fesztivál, család és egyéb közösségi rendezvény magával vonza az alkoholfogyasztás gyakoriságát. A balesetek előfordulása, a betartandó közlekedési szabályok azonban állandó tényezők. Nyáron sincs kivétel, vezetni csak teljesen józanul, alkoholmentese lehet. A veszélyekre Bertáni Wingert Erzsébet rendőrőrnagy, a Baranya vármegyei balesetmegelőzési bizottság titkára hívta fel a figyelmet. Alkoholfogyasztás hatására tompulhat a látás, megnőhet a reakcióidő. Ez azért veszélyes a közlekedésben, mert sokkal több időre van szüksége a vezetőnek, hogy meghozza a helyes döntést. Az ittas vezetők általában sokkal vakmerőbbek, bevállalósabbak. Tehát olyan manővereket bevállalnak, amelyeket józanul biztos, hogy nem tennének. Gondolok itt a sebesség túllépésre, illetve egy veszélyes előzésre. Mindenki ismer valamilyen házi praktikát, amivel úgy gondolja, hogy hamar kijózanodhat. Például van, aki a hidegvizes zuhanyozásra esküszik, ez azonban hamis biztonságérzetet kelt, hiszen a zuhanyozástól nem fog csökkenni a szervezetben az alkohol koncentrációja, tette hozzá a rendőrőrnagy. Mivel Magyarországon zéró tolerancia van érvényben, itt említeném meg, hogy alkoholfogyasztást követően semmilyen gépi meghajtású járművet nem szabad vezetni, még a mostanában oly népszerű, például elektromos meghajtású rollert sem.
Hogyha alkoholt fogyasztott valaki, válasszon alternatív közlekedési módot, menjen gyalog, tömegközlekedéssel, vagy esetleg legyen egy olyan személy a társaságban, akivel együtt buliznak, aki végig üdítőt fogyaszt, nem alkoholos italt. Bertáni Wingert Erzsébet arra is felhívja a figyelmet, hogy ne a rendőri ellenőrzéstől való félelem és ennek jogi következményei tartsanak vissza bárkit is az ittas vezetéstől, hanem az a negatív élmény, ami elkíséri egy életen keresztül, ha egy vétlen közlekedőnek súlyos vagy maradandó sérülést okoz. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság a közlekedés biztonsági helyzet javítása céljából illetékességi területén a jövőben is kiemelten ellenőrzi a közlekedőket az ittas vezetők kiszűrése céljából. Rövid híreink következnek. Már kevesebb, mint egy hét, és kiderül, kik kerülnek be az idei felvételi eljárás során a hazai felsőoktatásba. A hagyományoknak megfelelően Pécsett a Széchenyi téren a Pontot parti lesz lehetőség július 24-én együtt izgulni majd, remélhetőleg a nagy többségnek, együtt ünnepelni a sikeres felvételit. Hívta fel a figyelmet a fontos időpontra a Pécsi Tudomány Egyetem rektori hivatal kabinetirodája. A Pontot parti részletes programja és a rendezvény térképe megtalálható az UNIF Pécs oldalán. Baranya vármegyében 15 önkéntes mentőszervezet részesült támogatásban. 187 önkéntes mentőszervezet jut 2024-ben központi forrásból pályázati támogatáshoz. Az önkéntes mentőszervezetek fejlesztésének elsődleges célja a települések önvédelmi képességének erősítése volt. Jelenleg országosan több mint 20 ezer önkéntes áll beavatkozásra készen az emberek biztonsága érdekében. A korábbi évekhez hasonlóan a katasztrófavédelem is idén írta azt a pályázatot, amely az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására, a mentőszervezet tagjai oktatásának, vizsgáztatásának támogatására nyújt lehetőséget a központi költségvetésből. A jóváhagyott döntés alapján 187 önkéntes mentőszervezet jut pályázati támogatáshoz. A Baranya vármegyében működő mentőszervezetek közül 15 részesül idén támogatásban. Már szedik a szőlőfürtöket a Pécsi Egyetem birtokán. Az elmúlt évtizedek adatai alapján soha nem kezdődött ennyire korán a szüret, mondja a Borászati Kutatóintézet vezetője. Legalább 3 héttel előrébb van a bogyós gyümölcs érése, így az új bor is korábban kerülhet majd a palackokba. Szüreti munkások az egyetem szőlészetében Pécsett. Július 18-án elkezdődött a szüret ezen az ültetvényen. Erre előzetesen még a szakemberek sem számítottak. A kutatóintézet több mint 70 éves fennállásából származó adatok alapján is kijelenthetjük, hogy ilyen korán szüret még sosem volt sem Magyarországon, sem a Pécsi Egyetemi Kutatóintézetben. Előzetesen úgy tervezték, hogy július végén, augusztus elején indulhat a szőlőfürtök betakarítása, azonban az időjárás, illetve az érési folyamatok másképpen alakultak. Jó 3 héttel korábban vagyunk most, hogy indul a szüret. Elsősorban a pécsi nemesítésű jázmin és más rezisztens szőlőfajtákkal indulunk meg ebben az évben is, mint ahogy szoktunk is. A kollégáink ilyenkor már folyamatosan járják a táblákat, monitorozzák, érésdinamikai vizsgálatokat végeznek, és ezekből a paraméterekből mi már látjuk, hogy mikor kell készülni a szüretre. Így történt ez a tegnapi nap folyamán is, hogy kollégák végigjárták a táblát, és láttuk, hogy elérkezett az idő. Korai, gyors szüretre számít a szőlészetekben a borász. Mindenfajta érése korábbra került idén, így az új bor is hamarabb kerülhet az asztalra. Évek óta már a Márton nap csak egy ilyen szimbolikus jelentőséggel rendelkezik. Általában az első ugye szüreti időszak után körülbelül egy hónappal tudnak megjelenni az első borok. Mi először szüreteltünk, de itt 1-2 héten belül azért ez föl fog pörögni országosan is, hogyha az új üvegvisszaváltós rendszer, a DRS rendszer nem fogja befolyásolni, akkor ez augusztus végén várhatóan már a polcokon lehet palackos borként. A szakember azt mondja, a déli fajtájú szőlők kerülhetnek előtérbe a klímaváltozás hatására hazánkban is. A borászok ma már más problémákkal találkoznak, mint évtizedekkel ezelőtt. Ezek égető kérdések, és az a szőlőnél ezt nagyon nehéz megválaszolni, ahol 40-50 évre tervezünk egy komoly ültetvényt. Persze lehet átoltani, de az sem egyszerű azért, hogy egy fajtát váltsunk egy ültetvényben. Úgyhogy rövid távon a
jobb beérést, biztonságosabb termést látjuk. Régen azért a szőlőnél ez nem volt mindig egyértelmű. Ugye az első kérdés a mustfok volt annak idején, hogy milyen mustfokkal termett, mennyi termett a szőlőn. Manapság inkább az ellentéte, hogy ki tudjuk erjeszteni a magasabb mustfokot, annyira magas a cukortartalom és alkoholtartalom van. A kutatóintézetben éppen azon dolgoznak, hogy a változáshoz megtalálják a megfelelő fajtákat. Sok kérdést kell még megválaszolniuk, mondja Ipacs Szabó István. Végjátékes rendőrségről, vágyakozásról, útkeresésről. Eljátszották a csoportterápiát a Pécsi Nyári Színházban. Szente Vajk, Galambos Attila szövege és Bolba Tamás zenéje Markó Eszter rendezésében látott napvilágot már az évad során Kaposváron, és most Pécsen a Káptalan Kert szabadtéri színpadán. A Csiki Gergely Színház művészei nagy sikert arattak a két részes musical comedyvel. Szállj össze kaplom, hangyás vagyok, flúgos fazon. Ebben a musical comedyben az összezártság minden kellemetlen és gubancos helyzete előjön. A hat személy egóját dominálja, miközben a pszichológust várják, aki azonban nem jön. Natasa egy látszólag csacska bugyuta, egy unatkozó feleség típus, akinek azonban megvan a magához való esze. Ilyen együgyű teremtésnek tűnik, de hát azért ez a történet jó sok csavarral rendelkezik, úgyhogy azért Natasának is így a történet során szépen felszínre kerülnek tehát felszínre kerül a többi személyiség jegye, és én azt gondolom, hogy ő egy szerethető ember, azért az összes többiek öten mindenki egy-egy pillanatban megbántja a másikat, vagy egyszerre több embert is. Most, ha így gyorsan belegondolok, szerintem Natasa az egyetlen, aki egyikőjüknek sem mond bántó, vagy adott esetben sértő megjegyzést, tehát ő azért egy tiszta lelkű nő. Ezeknek az embereknek beszélni kell lelki terheikről, ez azonban nem könnyű. Az természetes, hogyha ennyi ember együtt jár egy terápiára, és megnyílnak egymás előtt óhatatlanul, hiszen maga a helyzet azért van, hogy merjenek, legyen bátorságuk beszélni önmagukról, a terheikről, és hogy lehetőség szerint foglalkozásról foglalkozásra képesek is legyenek abból letenni valamennyit, így nyilván össze is rázódnak ezek a közösségek. Én nem jártam még csoportterápiára, de különböző terápiákra igen, szerintem őrületesen jó dolog, és én magam nagyon-nagyon hasznosnak érzem azt, hogy ne csak a fizikumunkkal foglalkozzunk, hanem a lelkünkkel is. Humoros részletek, váratlan szituációk sora teszi izgalmassá produkciót. Mindenki küzd valamilyen problémával a rendkívül mozgalmas előadás során. Sziszi a másik különc figura. Mindenkinek megvan a maga baja, a maga sajátossága. Ez színészileg, ez mindenkinek egy nagyon, nagyon hálás feladatot ad, ahogy a saját problémáját, állapotát, betegségét kibontja. És ez egy nagyon komoly összmunka, tehát színészileg majdnem végig hatan vagyunk a színpadon, és nem csak egy partnerre kell figyelni, hanem mind a hatunknak folyamatosan a többieket be kell venni, rengeteg végszó, rengeteg jel, ugye zenés előadás, rengeteg koreográfia, ez egy nagyon komoly színházi összmunka. A reménytelen kísérletű önkibogozások csoportosan elkövetett őrültségé fajulnak, így mindez receptre felírható vígjátékot eredményez a nézők számára. A csoportterápiát a kaposvári Csiki Gergely Színház társulata hozta el Pécsre, a Káptalan Kertbe. A Pécsi Nyári Színház legutóbbi produkciójáról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink. A régió híreivel folytatjuk. Befejeződtek a nyári aratási munkálatok Tolna vármegyében. Az elmúlt héten a csapadék nem hullott, rendkívül meleg volt, az átlag hőmérséklet meghaladta a 36-38 fokot is. A gazdák igen nagy kapacitással arattak, hiszen minden egyszerre éred be. Az idei nyári aratás zavartalanul zajlott, csak pár alkalommal esett az eső, egy-két vihar is előfordult.
A hőség miatt a szántóföldi növények a szokásosnál 2 héttel hamarabb értek be. Először az őszi árpával végeztünk június végén. Őszi árpa vonatkozásában 13.600 hektáron termesztették a tolnamegyei gazdálkodók, és 6,58 tonna per hektáros eredménnyel zártunk. Az idei év nem csak a mennyiségben, hanem a minőségben is jobb lett a tavalyi évhez képest. Tavaly nagyon kevés volt a hektoliter súly. Búzából az elmúlt évhez képest kevesebb, 45.000 hektáron vetettek a tolnai gazdák. És az idei évben is meghaladtuk a tavalyi évi termést, 1 tonna per hektárral 6,86 tonna per hektáros eredmény született, és a minősége az picit az elvárásoktól elmaradt. Repcéből egyre kevesebbet vetnek a gazdálkodók, 21.900 tonna lett az össztermés, 2,62 tonna per hektár eredménnyel. A forróság a kapás kultúrákat, a kukoricát és a napraforgót is megviselte. Egész biztos, hogy nagyon nagy terméskiesések lesznek, azt még becsülni természetesen nem tudjuk, hogy mekkora terméskiesés lesz, de minden csapadékmentes nap több tonna termés eredménycsökkenést jelent a gazdálkodók számára sajnos. Az aratási munkák során a kalászos gabonák megdőlésével is több helyen megküzdöttek a gazdák. Remek kikapcsolódási lehetőséget nyújt Tolnán az új kialakított vízi túrabérlőpont. Nem csak profik számára kínál élvezhető vízközeli programokat a Dunapart mentén kialakított létesítmény, hanem gyermekeket és amatőröket is szívesen fogadnak. Barina Balázs örömmel fogadta a vízi túrapont megalakulását, aminek köszönhetően még több emberrel megismertethetik a vízi sportokat és népszerűsítik az evezést. A Magyar Kajakkenu Szövetség úgy gondolta, hogy a klubunk működését is, mint az országos távlatokban is igyekszik megtámogatni azáltal, hogy a versenysport láb mellé igyekszik egy szabadidősport lábat is kialakítani. Ez mind az egyesületeknek, mind pedig a kajakkenu sportnak nagyon jó tudna lenni. Egyrészt nagyobb létszámot tudnánk megmozgatni, másrészt pedig egy bevételi forrás, plusz forrás is tudna biztosítani a kajakkenu egyesületeinek is a szövetség. A meglévő épületekhez csatoltak új részeket, valamint a régiek felújítására is sor került. A jelenleg meglévő épületeink egy része már jóval korábban megépült, van saját konditermünk, tornatermünk, külön öltözőink, valamint egy rendes vizes blokkunk, ami most újonnan megépült, az pedig 2 külön öltözőrész, egy férfi-női öltöző, külön WC-vel, tusolóval, nagyon kultúrált létesítményeink vannak. Ezen kívül van egy fedett hajótároló részünk, ami lehetőséget biztosít nem csak a saját hajóink tárolására, hanem amennyiben erre igény alakulna ki, vagy ilyen mutatkozna, esetleg szabadidős sportolók hajóit is tudnánk itt tárolni. Ezen felül még a létesítményben található egy kicsike kis iroda és egy tároló is. Ezen a nyáron még csak egy kisebb szeletét lehet igénybe venni a szolgáltatásoknak, de a következő szezonra már teljes erőbedobással készülnek. A versenyévad közepén járunk, és a létesítmény átadása is június hónapban történt meg. Ugye a Magyar Kajakkenu Szövetség részéről is voltak itt lent, propagandaanyagokat készíteni, felvételeket, fényképanyagot és a különben mutatkozó videót is felvettek velünk. Szupozni lehet nálunk jelenleg, kaptunk 6 darab szup 1-est, valamint 3 darab túrakajakot és 3 darab tengeri kajakot, ezeket lehet így egyénileg bérelni nálunk jelenleg. Szervezett programjaink azok ősztől várhatóak, a nyitott kajakházak program kapcsán lesz egy bemutatkozónk, amikor bárki nyugodtan lejöhet hozzánk, lehozhatja gyermekeit is, vagy csak szülők, vagy párok is lejöhetnek hozzánk teljesen nyugodtan megnézni, hogy milyen létesítményeink vannak, és meg lehet próbálni majd a sporteszközeinket. A Kajakkenu Szövetség fejlesztett egy foglalási platformot, és egy letölthető applikáció is tervben van. Amíg ez elkészül, telefonon és közösségi oldalakon lehet elérni a vízitúrapontot. Napszúrás, égési sérülések, kagyló okozta sebek, vágások. A legtöbbször ilyen esetekben tudnak segíteni a balatoni elsősegély nyújtó szolgálat fiatal önkéntesei, akik egész nyáron szolgálatot teljesítenek a tó körül. 13 település 19 strandján vannak jelen, és idén már több mint 2000 esetben kellett beavatkozniuk. Jöjjenek! Nagyon fáj a vállam, neki ment az oszlopnak. Nagyon-nagyon csután, hogy ő is esett a főre, kérem segítsenek rajta. Ez a fiatal lány a strandon lett rosszul, amikor egy oszlopnak esett és kificamodott a válla, de egy felsérült fiút is el kellett látniuk a Magyar Vöröskereszt önkénteseinek. Eseménydúsan indult a nap Balatonszárszón, persze mindez csak egy bemutató része volt, ahol azt szemléltették a fiatalok, hogy milyen eseteket kell ellátniuk a nyár folyamán.
A legnagyobb részben kagylóvágás, vannak még szálkák, és még csípések is, amik nagyon gyakoriak. A nagy melegre való tekintettel figyelmeztetjük a védő folyadékkal és naptájjal, kenjék be magukat és igyenek sokat. Dóra 6 éve dolgozik a Balatonnál a szezonban önkéntesként, rajta kívül még 300-an segítenek a bajban, 19 strandon, így a pihenni vágyók valóban biztonságban érezhetik magukat. Baleset még nem történt velem, havonta egy-két alkalommal látogatom a Balatont, nagyon szeretem, és így nagyobb biztonságban érzem magam, hogy itt vannak az elsősegély nyújtó szervezettől. Ez a család gyárról érkezett a magyar tengerhez pihenni, az önkéntesek jelenléte nekik is megnyugvást jelent. Ez mindenképpen jó, az én unokám is tervezi, hogy majd lejön a barátaival, így egy kicsit mi is biztonságosabbnak érezzük ezt a kis nyaralását neki. Idén az eddiginél több fiatal önkéntes segíti a strandolókat. Azt gondolom, hogy az idei évben nagyon jó számokkal dolgozunk, nagyon jó önkéntes számokkal dolgozunk. Ez köszönhető annak is, hogy már az idén egy kicsit másabb stratégiát folytattunk az önkéntesek megkeresésében. Több egészségügyi szakképzőiskolát is megkerestünk, hogy esetleg gyakorlatként nézzék, hogy az önkéntesek ide jönnek. Azért azt el kell mondani, hogy amikor a strandon vannak, akkor azért a legtöbbször egyedül kell helytálniuk a különböző szituációkban, tehát egy nagyon jó gyakorlási lehetőség is tud lenni. A Magyar Vöröskereszt által működtetett balatoni elsősegélynyújtó szolgálat idén 18. alkalommal gondoskodik a magyar tengerpartján fürdőzők biztonságáról. A júliusi tartós hőhullám az eddigi legnehezebb első heteket jelentette az önkénteseknek. 2000 esethez közeli ellátás volt, tehát nagyon sok ez. Az előző ezekhez képest nem azt mondom, hogy duplája, de jelentősen nagyobb számmal találkoztak az önkéntesek. Tehát 19 strandhoz a 2000 ellátás, erre a három turnusra vetítve ez egy nagyon magas szám. És valószínűleg ennek a hőség is az oka lehet. Ebben az időszakban azért a szervezetet jobban terheli a nagy meleg, és ilyenkor tényleg hamarabb jelentkezhetnek a napszúrás, napégés, hőguta jelei, amelyekben azért a laikus ellátás sokat tud enyhíteni. A fiatalok többsége az egészségügyben szeretne később elhelyezkedni, így a Balatonnál töltött hetek kiváló gyakorlási lehetőséget biztosítanak számukra. Híradónk végén maranyai témáink még egyszer, röviden. Előzetesbe került a kettős gyilkossági kísérlet gyanúsítottja. Évtizedekre börtönbe kerülhet tettéért. Alkoholfogyasztás, ittas vezetés, zéró tolerancia. Soha ilyen korán nem indult a szüret, mint idén. Hetekkel hamarabb lesz új bor a szakember szerint. Végjáték esendőségről, vágyakozásról, útkeresésről. Eljátszották a csoportterápiát a Pécsi Nyári Színházban. Pénteken a napsütés lesz túlsúlyban, zápor, zivatar helyenként elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, keleten-északkeleten néhol erős lesz. Akkor a reggeli hőmérsékletben nem várható lényeges változás, délelőtt 24-31, délután 32-36 fok körüli értékekre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!